Sziasztok, Szabi vagyok, a Pék, itt vagyunk a Mind Megettével, ez a mini Péksuli Szabival. Ilyenkor kérdésekre válaszolok, vagy bemutatok nektek egy alapanyagot, most az első jön. Feltettétek azt a kérdést, hogy mi a kedvenc péksüteményem. És be kell, hogy valljam nektek, nekem az a legegyszerűbb péksütemény, a jó péksütemény, amihez nagyon-nagyon kevés hozzávaló kell. Csak liszt, víz és só. És idő természetesen, mert a jó péksütéhez idő kell. Én azt gondolom, hogy számomra a legfinomabb dolog a világon az a sóstangli. A sóstangli, vagy a baget, vagy a kenyér. És akkor megfogalmazódott bennem, hogy mi tetszik nekem ezekben a termékekben, és én mindig arra jövök rá, hogy maga ez a ropogóság és ez az egyszerűség, hogy semmi nem viszi el az ízét. Egy jó sóstanglival sétálgatni és a csücskét leharapni, az elképesztően jó. Pont ezért szoktam bagetből például olyat csinálni, ami csupa csücsök, amit ollóval meg szoktam vágni, és csak ropogós csücskök lesznek a végére. Hát és a vastag kéjú fehér kenyérnél meg a világon nincsen jobb. És ha már valamit bele szeretnék keverni ebbe a tésztába, akkor a pirított hagyma nagyon jó választás.